Csípős őszi idő fogadta a sóstói stadionba kilátogató nézőket. Ekkor még kevesen gondolták volna, hogy igazi vetkőző show szemtanúi lesznek a Fehérvár Honvéd találkozón. A mérkőzést a hazai piros-kékek kezdték jobban, és már a 19. percben megszerezték a vezetést. Itt pedig az első gól a mérkőzésen, amelyet a Videoton szerzi, nevezetesen Hercegfalvi Zoltán betalál egykori csapatának kapujába. A gól után Hercegfalvi Zoltán szó szerint kivetkőzött magából, jött is a megérdemelt sárga lap. Alig telt el 10 perc, minden ugyanúgy folytatódott. Ez pedig egy nagy helyzet lehet, és ott lehet a második, nem, ott van kérem a második Videoton gól. Tóth Balázs a befejező ember, átküzdötték magukat a fehérváriak a Honvéd védelmén. Tóth Balázs pedig már kihagyhatatlan helyzetbe került. Ő is fog kapni egy sárga lapot egyébként a mezlevételért. A félidőben 2-0 volt a fehérváriak előnye, de mindenki értetlenül állt a dupla striptíz miatt. Ha tudták, hogy lap jár érte, vajon miért vetkőztek kétszer is? Egy kis teher van rajtunk itt a hazai közönség előtt, mindig úgy játszunk egy kis plusz teherre, amit úgy gondolom nehéz elviselni. Főleg úgy, hogy kevésbé segítenek minket, de remélem ez a teljesítményünk alapján meg fog fordulni. A második félidő 24. percében aztán a fehérváriaknak ismét melegük lehetett, szépített a Honvéd. Szépít a Honvéd! Herceg volt az, aki beadta a labdát, elment a sokadik elfutása, sikerült. Szó sem lehetett Lesről. Remek ütemű volt az átadás, a beadás is az, és nem is Csobán ki, hanem öngól volt, egy hatalmas nagy öngól. Kuttor lőtte a saját kapujába a labdát. A válasz azonban nem késett sokat, mindössze 2 percet. Közben itt a fehérvári helyzet, és a fehérvári gól! 3-1! Szabó Tibor lehet, hogy eldöntötte a meccset. Ekkor már a vendégszurkolók is felhagytak a reménnyel, pedig a slusszpoén még hátra volt. Ott a helyzet, Kriston előtt, és ott a gól! 4-1! A Fehérvár tehát megérdemelten győzött, így joggal ünnepelhetett. A pénzek rendeződtek, úgy néz ki, hogy mi is kiegyenesedtünk játékba, meg úgy néz ki, hogy eredményekbe is. Van most 3 olyan meccs, amit meg lehet nyerni, és hát ha ezt a 3 meccset megnyerjük, akkor ott vagyunk a első 6 között, úgyhogy szerintem minden rendben van. A fehérváriak tehát bizonyították, hogy jó formában vannak, kár, hogy ezért kétszer is sárga lap volt a jutalmuk.